Sziasztok! Tudom, hogy a koronavírus elleni védőoltások érkezésével sokakban felmerül a kérdés, hogy biztonságosak-e ezek, és egyáltalán miért van szükségünk védőoltásokra, azok hogyan fejtik ki a hatásukat, és hogyan védenek meg minket a betegségektől. Ahhoz, hogy ezt a témát könnyebben megértsük, egészen az elején kell kezdenünk. A szervezetünk nap mint nap ki van téve kórokozók, azaz vírusok, baktériumok, gombák és paraziták támadásainak. Legtöbb esetben az immunrendszerünk ezek ellen jól védekezik, azonban vannak olyan kórokozók, amelyek hamarabb képesek kárt tenni a szervezetünkben, mint ahogy az immunrendszerünk védelme csatasorba állna ellenük. Az immunvédekezés alapja, hogy az immunrendszerünk képes megkülönböztetni a saját sejtjeink felszínét a behatolókétól. Ahogy a mi sejtjeinknek, a baktériumoknak és a vírusoknak is van a felszínén egy mintázat, amelyet az immunrendszerünk képes felismerni. Ha ez a mintázat eltér a saját sejtjeink mintázatától, akkor behatolóként azonosítja a mintázatot hordozó kórokozót a szervezet, és antitesteket termel, amelyek olyan fehérjék, amelyek ezt a mintázatot képesek megjelölni, és odahívni az immunsejtjeinket, fehérvérsejtjeinket, hogy a mintázat hordozóját elpusztítsák. Sajnos ez egy időigényes folyamat, és egyes kórokozók különböző technikákat vetnek be ennek a megakadályozására. A védőoltások lényege, hogy ezt a mintázatot megtanítja a szervezetünknek, amely így, hogyha valódi kórokozóval találkozik, akkor hamarabb képes felépíteni a védelmét és megtámadni a kórokozót, mint hogy az kárt tudna okozni a szervezetünkben. Az első védőoltás 1794-ben készült az egyik leghalálosabb betegség, a fekete himlő ellen. Edward Jenner, akit manapság az immunológia atyaként ismerünk, megfigyelte, hogy azok a fejőnők, akik elkapták a tehenektől a tehénhimlőt, védetté váltak a halálos fekete himlő ellen. Ennek az alapja, hogy a fent ismertetett módon a szervezetük ellenanyagokat termelt a sokkal kevésbé veszélyes tehénhimlő ellen, azonban mivel a fekete himlőnek nagyon hasonló a felszíni szerkezete, ezek az ellenanyagok megvédték őket a halálos fekete himlő támadásától. A későbbi oltások is ezen az elven alapultak. Vannak olyanok, amelyek esetében a kórokozó egy legyengített változatát használják, mint például a rotavírusnál. Van olyan, amikor nagyon hasonló szerkezetű, de enyhébb lefolyású betegséget okozó kórokozókat használnak, mint a TBC esetében. És van olyan oltás, amely során a kórokozó egy fertőzés képtelen változatát használják, mint például a gyermekbénulásnál. Egyes esetekben pedig a kórokozó által termelt méreganyag, vagyis toxin hatástalanított verziójával váltanak ki immunreakciót. Azonban vannak olyan kórokozók, amelyeknél nagyon nehéz fertőzésképtelen, de immunválaszt kiváltó vakcinát létrehozni. Viszont a kutatók rájöttek, hogy például vírusoknál az immunválaszt egy-két a vírus felszínén található molekula váltja ki, így nincs szükség a teljes vírus szervezetbe juttatására, hanem elég ezt az egy-két molekulát bemutatni az immunrendszerünknek, amely az eltérő mintázatra reagálva kiépíti a védelmét. És itt el is érkeztünk az új típusú mRNS alapú vakcinákhoz, amelyek az immunválaszt kiváltó fehérjét a saját sejtjeinkkel termeltetik meg, anélkül, hogy kárt okoznának bennünk. A folyamat megértését egy rövid példával szemléltetném. Hogyha a szervezetnek szüksége van egy fehérjére, például inzulinra, akkor egy bonyolult jelátviteli folyamat során aktiválódik a DNS-nek, vagyis az örökítőanyagnak az inzulint kódoló szakasza. Erről a sejt egy másolatot készít, amit hírvívő vagy hivatalosan messenger RNS-nek nevezünk. Ennek a szerkezete kicsit eltér a DNS szerkezetétől, de ugyanazt az információt hordozza. A sejtjeinkben található enzimek ennek a szakasznak az információja, vagyis kódja szerint állítják össze a fehérjét, vagyis ebben az esetben az inzulint. Mivel ezek dinamikus folyamatok, és az adott fehérjék termelése csak bizonyos esetekben szükséges, ezért az mRNS rövid életű funkciójának betöltését követően elbomlik. A kutatók rájöttek, hogy mRNS-t alkalmazva a sejtjeinkkel biztonságosan termelhetik meg az immunreakciót kiváltó tüskefehérjét, anélkül, hogy fertőzésnek tennék ki a szervezetünket. A másik kérdés, ami sokakban felmerül, hogy hogyan lehet ilyen rövid idő alatt egy új vakcinát kifejleszteni. A válaszhoz először nézzünk körül és gondoljunk bele, hogy milyen technikai fejlődés ment végbe az elmúlt 10-15 évben. A telefonjainkban például a hajszál 10.000 részének kisebb áramkörök dolgoznak nap mint nap, és már vezeték nélkül is tudjuk tölteni ezeket a készülékeket, vagy már vannak olyan számítógépek, amelyek egyetlen egy másodperc alatt képesek 415 milliószor milliárd számítási folyamatot elvégezni. Ugyanígy a sejtkutatáson, a biokémiában, a genetikában nagyon nagy változások és fejlődések mentek végbe. És az mRNS technológia kutatása sem most nyáron kezdődött, ez is már több éve, évtizede zajlik. Vagyis a tudomány is fejlődött, csak ez a fejlődés eddig a koronavírus járványig a háttérben zajlott, és nem volt a mindennapjaink része. A védőoltások mindig is az emberiség javát szolgálták. Nagyrészt nekik köszönhető, hogy 30-ról 70-80 évre nőtt a születéskor várható élettartam az elmúlt 2 évszázadban. A védőoltásoknak köszönhetően elfelejthettük azt is, hogy milyen volt az ükszüleink idejében, amikor a 6-7 megszülető gyerekből csak 4-5 élte meg a felnőttkort, mert a többieket a fertőző betegségek elvitték. Ezért arra kérek mindenkit, hogy higgyünk és bízunk azokban a kutatókban, akik az életüket a tudománynak és az emberi egészség megvédésének szentelik nap mint nap. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és arra kérlek titeket, hogy közösen tegyünk azért, hogy ne csak ezt a mostani járványt, hanem a jelenkor egyik legnagyobb kihívását, a minket szolgáló tudományt ostromló tévhiteket is legyőzzük. Sziasztok!